egyre örömtelibb az, amikor akár élsportolók, akár művészek, riporterek, közéleti személyiségek a nagy nyilvánosság előtt merik bemutatni azt, hogy ők házasságra készülnek, hogy gyermeket vállalnak, vagy gyermeket nevelnek. Utóbbi hetekben is nagyon sok ilyen bejelentésnek lehettünk szemtanúi, és ez azért is fontos, mert ez tükröz egy olyan társadalmi szemléletváltást, ami a múltban nem volt. Tükrözi azt, hogy igenis a család, a gyermekvállalás és a gyermekfelnevelés a magyar emberek, magyar fiatalok számára fontos, és tulajdonképpen annak a közel három évnek a munkáját is erősíti, amit a kormány elkezdett a családoknak a megerősítése, és hozzáteszem védelme érdekében is. Védelem kell, mert az Európai Unió egyes tagországaiban, illetve egyes szervezeteiben vannak olyan törekvések, ahol a család nem fontos, ahol a gyermekvállalás nem fontos, vagy pedig olyan ideológiák mögé bújva próbálják rombolni a családot, amelyek hosszú távon mind a nemzetnek, mind pedig az egyénnek is árt. Éppen ezért nagyon fontos döntések voltak, amikor a családbarát munkahely, a családbarát önkormányzati díjnak az elindítását kezdeményeztük. Nagyon fontos volt az, hogy anyagilag is segítsünk a családokon, és ez közel másfél tucat intézkedés közül kiemelném leginkább a családi adókedvezményt. Kiemelném a három évre való visszaállítását a gyesnek, amit az előző szocialista kormány megszüntetett, illetve hát a családi adókedvezménynél is nagy szűkítéseket hajtott végre. De ugyanilyen fontos volt a családoknál a félszocpolnak a visszaállítása, és amiről kevesebbet beszélünk, hogy akár a mostani rezsicsökkentési folyamat, ami elindult, és több lépcsőben hajtunk végre, vagy pedig a devizahiteleseknek a megmentése, ez mind-mind a családok életének az erősítését jelenti, és hát azt, hogy a gyermekvállalás az egy érték, a gyermekvállalást segíteni kell, és én bízom is abban, hogy ez a folyamat tovább fog folytatódni, és ennek megfelelően nyilván további lépéseket is meg fogunk tenni.